Képviselőtestületi ülést tartottak Tolnán. Appelszófer Ágnes polgármester elmondta, az egyik legfontosabb napirendi pont a város 2022. évi költségvetése volt, amit ezúttal is elfogadtak. Nagy öröm számomra, hogy a képviselőtársaim valamennyien megszavazzák a költségvetési rendeletet rendre minden évben. Ebből is látszik, hogy sokkal inkább várospolitika, mint pártpolitika van az önkormányzati üléseken, és ez különösen fontos számomra akkor, amikor egyébként országgyűlési választások lesznek, úgyhogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy a kollégáimmal sikerült ezt a költségvetési rendeletet úgy előkészíteni, hogy ezt a képviselőtestület elfogadta. A sarokszámok, ez egy 2,5 milliárdos főszegű költségvetés. Alapból ugye ezt február 15-éig kell a polgármesternek beterjesztenie, tehát volna mód arra, hogy ezt később fogadjuk el. Szóba is került egyébként az ülésen, hogy esetleg a jövőben előzetesen egy kicsit egy koncepciót fogadnánk el, és később kerülnének be ezek a költségvetésbe. Előfordulhat, hogy a jövőben ez akkor nem február 15-i döntés lesz, hanem egy kicsit későbbi. Nyilván a biztonságos működést beterveztük, tehát akár az önkormányzat, akár az intézményei, akár a polgármesteri hivatal tekintetében biztonságosan fog tudni működni a város. Az önként vállalt feladatoknál részben döntöttünk, részben pedig a jövő üléseken, vagy a következő üléseken fogunk dönteni. A város vezetője elmondta, hogy 10 millió forintot biztosítanak a tolnai önkormányzati tűzoltóság működésére. Ez egy nagyon fontos cél az önkormányzat számára, ugye főként állami normatívából, és hát azért egy jelentős összeggel Tolnaváros önkormányzata is hozzájárul az önkormányzati tűzoltóság működéséhez, de én azt gondolom, hogy a tolnai emberek biztonsága az első, tehát ez nem szabad, hogy pénzkérdés legyen. Megint felmerült, hogy esetleg a vonulási területen lévő önkormányzatok hozzájárulhatnának a működéshez. Fácánkert egy minimális összeggel hozzá is járul. Én biztos vagyok abban, hogy a másik két önkormányzat nem azért nem járul hozzá, mert nem akar, hanem azért, mert szűkösek az anyagi forrásai, de tekintettel arra, hogy nem az önkormányzati tűzoltóság dönti el, hogy mi a vonulási területe, hanem ez katasztrófavédelmi feladat, tehát a belügyminisztérium az, ahol eldől, hogy hova kell vonulniuk, és mint ahogy mondtam, hogy a finanszírozás nagy részét is állami normatívából fedezzük, így nem tehetjük, és azt gondolom, hogy nem is szabad megtennünk, hogy azokra a településre nem vonul ki a tűzoltóautó, ahol szükség van rá vonulási területen. A költségvetésről még esetleg annyit, hogy a fejlesztésekben most kizárólag olyanok kerültek be, amikről korábban döntés született, és majd a későbbi az összes többi tartalékba került, akár működésben, akár fejlesztési tartalékban, és a későbbiekben fogunk dönteni arról, hogy esetleg milyen jövőbeli elképzeléseink vannak. Nyilván vannak ötletek, van olyan dolog, ami tervezés alatt van. A pontos összeg meghatározásakor tudjuk ezt a költségvetési rendeletbe foglalni, úgyhogy én még egyszer mondom, hogy nagyon hálás vagyok, hogy ezt így elsőre elfogadta a képviselőtestület. Továbbá döntés született arról is, hogy eladnak egy telket az új kerékpárút mellett. Itt egy értékbecsülővel felértékeltettük az árat, de a képviselőtestület úgy döntött, hogy ennél egy magasabb áron szeretné meghirdetni. Képviselőtársaim azon a véleményen vannak, és én magam is, hogy az egy viszonylag csekély jár, tehát még első körben egy magasabb áron szeretnénk meghatározni ennek a vételi árát. És tekintettel arra, hogy ez az ülés, ez egy januári elhalasztott ülés volt, mert ez egy rendkívüli ülés volt tulajdonképpen, de január végén elmaradt a rendes ülésünk, úgyhogy egy kicsit több napi rendi pont volt, de jövő héten csütörtökön újra találkozunk, hiszen a februári rendes ülés a soron következő ülést fogjuk tartani.